Érezhető, hogy ezekben az esetekben a jog és a közmegítélés távolodik egymástól, fogalmazott Rinfel János ügyvéd a tavaly nyári halálos balesetet okozó nagykanizsai férfi ítélete kapcsán. Az autós figyelmetlenségből áthajtott a szembesávba, és összeütközött a szabályosan közlekedő motorossal, aki a kórházba szállítást követően elhunyt. Ez az a szakasz, ahol tavaly júniusban történt a baleset. Az autós a kanyarból kifelé áttért a menetirány szerinti baloldali sávba, majd megpróbálta visszakormányozni a kocsit, de összeütközött vele szemben szabályosan közlekedő motorkerékpárossal. A Nagykanizsai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével döntött az ügyről, és bűnösnek mondta ki a férfit közúti baleset okozásának vétsége miatt. Egy év-nyolc hónap letöltendő börtönműtetést felfüggesztettek három évre, valamint négy évre eltiltották az autóst a vezetéstől. Az ítélet alaposan megrázta a Kanizsai közvéleményt, elég sok komment született az erről beszámoló hír alatt, ebből idéznék néhányat. Nagyszerű. Kíváncsi lennék, hogy a három gyerek szemében merre majd nézni a bíróval együtt undorító. Ez aztán egy komoly büntetés, miközben egy ember meghalt. Ez az ítélet egyszerűen felháborító. Nem vitás, hogy a bírói ítéletek néha közmegítélés válnak, hangsúlyozta Rinfel János. Az ügyvéd elmondta, ezekben az esetekben a jog és a köznapi igazságosság ütközik egymással. Hangsúlyozta, a közúti baleseteket a törvény védségnek minősíti, a büntetés így 1-5 évig terjedő szabadságvesztés lehet, ha a bűncselekmény halált okoz. De a bíróságoknak lehetősége van az enyhébb tételek kiszabására. Az úgynevezett enyhítő szakasz alkalmazásával a kiszabott szabadságvesztés végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető. De nem csak a törvényi szabályozással kell beszélni, hanem az egységes bírói gyakorlatról is, amely egyértelműen abban az irányba mutat, hogy azokban az esetekben, ahol kiemelkedően nagy, súlyosító körülmény nem állapítható meg, az enyhítő szakasz alkalmazásával hozzák meg az ítéletet. A konkrét eset kapcsán hozott ítélet egy év 8 hónap szabadságvesztés, három év próbaidőre felfüggesztve. Rinfel János szerint a leggyakoribb kiszabott büntetések közé tartozik az ehhez hasonló ügyeknél.